egy 5 millió forintos összeg került már átadásra, ami ugye ide a klinikához fog kerülni, és egy nagyon előremutató innovatív projektet támogatunk belőle, ami egy mesterséges intelligencia alapú ellenőrző rendszer, ugye a mammográfiás eredményeknek a leletezésében, illetve az ellenőrzésében fog ez szerepet játszani, illetve a diagnosztikában. Hogy ez részünkről miért fontos? Hát régóta gyakorlatilag az Avon már letette a voksát a mellrák elleni küzdelem mellett, és folyamatosan ezen dolgozunk, hogy különböző eszközökkel felhívjuk erre a betegségre a figyelmet. Többféle módon is gyűjtenek az Avon közösségén belül ezekbe az alapítványba, pontosabban ebbe az alapítványba, hogy utána majd lehessen belőle egy ilyen nagy egész. Például minden termék után 1 forint, adománygyűjtő termékek 100%-a és pénzbeli adományokat is gyűjtünk. A tervek szerint ugye, egy mesterséges intelligencia programfejlesztést ajánlottak nekünk, még azelőtt, hogy tudtuk, hogy ez az adomány valójában megérkezik, és arra fogjuk használni, hogy első lépésben az asszisztensi munka minőségének ellenőrzésére. Magyarul ez a program azt tudja, hogy megnézi az elkészült vizsgálatok alapján, hogy hogyan van a szakmailag beállítva. Megfelele a szakma előírásainak, hogy arról az emlőről milyen irányból, milyen feltételek érvényesülnek, hogy az értékelhető legyen, és minél több részlet fönn legyen a képen, amit majd az orvos értékelni fog. Tehát nekünk az asszisztensi munka rendkívül fontos, tudnélik a szűrésben orvos nincs jelen. Tehát gyakorlatilag a röntgen asszisztens kiváló munkája eredményeként tudunk mi észrevenni jó minden apró részletet. Egyrészt az exponálási térnyezők, ugye fényképezésünk, másrészt pedig a beállítás. Hogyha lemarad egy elváltozás, mert pongyolán csinálja, rosszul állítja be, akkor mi azt nem tudjuk észrevenni, és elcsúszik a dolog, és nem tudjuk felfedezni időbe a rákot, hanem már csak akkor, amikor tapinthatóvá vált, és hozza a páciens. Tehát az asszisztensi munka sarkallatos része egyébként a mi tevékenységünknek, és ezért választottuk először ezt a lehetőséget. Egyébként a másik fejlesztés pedig, amikor a röntgenképen látott elváltozásokra megtanítják a számítógépes intelligens programot, tehát az orvosok beadagolják, hogy ezen a képen ilyen ez látszott, és innentől kezdve okos lesz a gép, oda tesznek elé egy mammogramot, és megtalálja, mi a kóros, mi a nem kóros. És akkor ez a tevékenysége kivált egy orvosnak a leolvasó tevékenységét, mert hallották, hogy kettős leolvasással értékeljük ezeket a filmeket, magyarul két orvos egymástól függetlenül nézi meg. És akkor ez a program, ha majd Magyarországon is ugye elterjedő, és ilyen programok a világban már kezdenek működni, akkor kiváltja, tehát egy orvos lesz utána csak, aki a számítógép által adott, hogy is mondjam, utasításokat megnézni, hogy azok helytállóak, valóban vissza kell hívni, vagy ez mégse olyan. Tehát így a kettős leolvasás úgy fog érvényesülni, az mesterséges intelligencia program előolvas, és utána az orvos, a felkészült orvos pedig megnézi, hogy igaza van, vagy nincs. És akkor így történik meg a visszahívás, ami után, ha szükséges, akkor az összes vizsgáló módszerünket be tudjuk vetni, és meg tudjuk mondani, hogy ez rossz indulatú daganat, jó indulatú elváltozás, és nem kell vele semmit se csinálni például. Tehát a szűrés, az még nagyon fontos, hogyha közvélem, hogy a visszahívás a szűrésben nem egyenlő a remlőrákkal, mert ugye ez egy nagy pszichés terhelés a nőnek, amikor visszahívjuk a vizsgálatra, de hogyha 10 embert visszahívunk, abból jó esetben egynél találunk rákot. Tehát az se jó, ha túl sokat hívunk vissza, de meg kell mondjam, hogy egyéb jó indulatú elváltozások viszonylag gyakoriak, főleg a középkorosztályban, ciszták, adenómák, amik nem rossz indulatú elváltozások, de panaszt okozhatnak nekik, ezeket is kivesszük. Tehát ezért nincs az, hogyha most én visszahívtam, akkor én már rákos vagyok, mert sajnos ez a és nagyon félnek. Tehát ennek az esélye azért nem olyan óriási, hogy mindenki, tehát nem kap mindenki emlőrákot.
saját tanácsadóink, koordinátoraink, dolgozóink számára is felhívjuk a figyelmet, még kiemeltebben, mint mondjuk bármilyen más munkahely, de kifelé is kell ezt kommunikálnunk, hiszen ahogy a sajtótájékoztatón mondtuk, az üzenet egy a klinikával, minél többeknek el kell menni szűrésre idejében. Fontos, hogy a mellrák, mint maga, nem megelőzhető betegség, viszont fontos idejében kiszűrni, hiszen akkor még nagyon jól lehet kezelni, hogyha ezt idejében diagnosztizálják.